Üdvözlök mindenkit, Necrocream vagyok. Jöjjön egy kis további Battlefield 5, mert úgy érzem az első videóm egy kicsit szigorúra sikeredett, és nagyon-nagyon úgy érzem, hogy szétszedtem egy kicsit a játékot, és ráfókuszáltam mindazokra a dolgokra nagyon, amelyek játékélmény rombolóak lesznek. Félreértés ne essék, nem fogom ezeket visszavonni, ezek benne vannak a játékban, és hát úgy néz ki, nem én vagyok az egyedüli videós, aki ezeket észrevett, és sokan még több mindent vettek észre ezzel kapcsolatban, ami igazából a játék élményt befolyásolja. Viszont ebben a videóban most kivételesen nem nagyon szeretném továbbiakban elvenni a kedveteket ettől a játéktól, inkább arról szeretnék beszélni, hogy milyen újrajátszhatósági faktora lesz, vagy lehetséges, hogy lesz ennek a játéknak. Bétában vagyunk, tehát az előző videónál is kiemeltem, bétában vagyunk, nagyon sok minden lesz még ezzel a játékkal kapcsolatban. Biztosak lehetünk abban, hogy félkészen fog kijönni a játék, és kell egy év majd, amire pöpecre megcsinálják. Az is látható már nagyon az egészben, hogy sok tartalom lesz, egy bizonyos szempont, sok fegyver lesz, sok skin lesz. Ez így látható, hogy így benne van a játékban. De mi más tud nyújtani, ugye, magán azon kívül, hogy bum bum, shoot shoot, és akkor mész és játszol. És talán ez lehet az első olyan Battlefield, hát a BF4 azért abban is benne volt ez a dolog, de mondhatni, hogy ugye az első is olyan Battlefield, amiben lényegesen részt vesz a farmolás. Úgy értem, hogy célod lesz azzal, hogy bemenjél és lőjél, és hogy összeszedd a pénzösszeget, ami arra kell, hogy szebbé, jobbá tedd a fegyveredet, a játékodat, a katonádat, hogy upgrade-eket vegyél. Szóval egy kicsit elkezdtem belemenni a menü rendszerébe ennek a Battlefieldnek, és egy nagyon jó, egy pozitív érzés fogott el vele kapcsolatban, de természetesen ez még teljesen balul is elsülhet, amire kijön a játék. Az egész koncepciónak egy nagyon-nagyon érzékeny balansz lehet az, ami rossz irányba viszi, vagy éppen nagyszerű irányba viszi. Szóval íme a menürendszer, ahol beállíthatod a katonádat, a fegyveredet, upgrade-eket, mindent. És ez jó, mert végre, a BF4 óta végre a Battlefield egy taktikai elemre helyeződik. Imádom ebben a játékban azt, hogy a lövés skill alapú. Tehát most végre tudnod kell célozni ahhoz, hogy le tudj lőni valakit ebben a játékban. Kétszer meg kell gondolnod, hogy milyen távolságban lősz. Egy enemy race, ez kurva jó ebben a játékban. Egy teljesen új szintre tudja emelni Battlefield 1 után ezt az egész játékélményt, a taktikázást és a többi. Ez így a Battlefieldnek egy jó irány tud lenni. Ha nem válik be, ha végképp nem válik be, akkor esküszöm, átmegyek Insurgency Sandstormot játszani, ha nagyon taktikusságra vágyom, de ez így egy okés irány. Szóval, és ami az újrajátszatósági faktorra gondolok ezen belül, azok pontosan maguk a skinek, amelyek ki fognak jönni. Szóval így végigment a menürendszer, láttam, hogy a skinek, amik jelenleg benne vannak itt a bétában, ezek mind ilyen common, tehát ilyen semmit mondó skinek mondhatni, szóval valószínűleg lesz legendary változatuk is, és minden bizonnyal azért sokunknak fontos, hogy jól nézzen ki a fegyverünk, vagy tehát saját tunknak érezzük a felszerelésünket, ezért egy testre szabhatóság a mai játékban nagyon nagy dolognak számít. Hol mehet ez az egész egy bal irányba, egy rossz irányba? Ott, hogyha egy végeláthatatlan idő az, amíg megszerezhetsz egy skint. Szóval, hogy belátható időn belül kell megadják ezt a jutalmat, hogy megszerezhetsz egy skint, mert ha nem, nagyon gyorsan elmegy a kedvünk a játéktól. Ez az egyik, hogyha belátható időn belül van a jutalmazási rendszer, akkor tök jó, mondjuk lehetszol
10-15 játékot egy legendary skinnél, mert annyi idő alatt össze tudod szedni a pénzt, és akkor meg tudod vásárolni, mondtam valamit. Akkor ugyanez igaz, hogyha az upgrade-ekről beszélünk, nincsen túl sok belőlük. Ezért nagyon fontos, hogy ezt egy megfelelő XP-zési rendszerrel lehessen elérni ezt az egészet, és egy megfelelő szintezési rendszerrel. Szóval, hogyha túl gyorsan lépkedünk, mármint hogyha túl alacsony szinteken meg lehet már szerezni az összes upgrade-et, az nem feltétlenül tesz jót a játéknak. Szóval az lenne a lényege, hogyha már megszerzel egy upgrade-et, akkor kérem szépen küzdjél meg érte, és kelljen játszanod egy-két játékot azért, hogy meg tud vásárolni. Szóval erre is egy jó egyensúlyt kell tenni, hogy ne az legyen, hogy az első 10 szintemben már egy full upgrade-elt változatú fegyverrel rohangálok, és ledorálok mindenkit. És emellett ugye ott van mindegyik klassz, és mindegyik klasszra meg kell szerezni az upgrade-eket, de ennek ki kell tartania majdhogy nem az XP-zés legmagasabb szintjéig, majdhogy nem. Körülbelül úgy egy kicsit, mint ahogy a Call of Duty csinálja, hogy az 55. szint környékén szerzed meg azt a perket, vagy amazt a perket, vagy amazt a fegyvert, mert annak van értelme, hogy addig elmenjél. Ha olyan lesz, mint a Battlefield Bad Company 2, hogy a 20. szintre már megvolt az összes fegyver, akkor az úgy nem igazán lesz móka, mert nem lesz miért tovább játszani. Szóval önmagukban a skinek nem fogják megmenteni az egész játékélményt, hanem kell valami igazi velős dolog is, mint egy jó kis upgrade, vagy egy jó kis fegyver, amit feloldhatsz a későbbi szinteken, és érdemes addig elmenned. Milyen lehetőségek lehetnek még ebben a rendszerben, amit itt csináltak? Szóval egy nagyon érdekes pozitívum lehet ebben az egészben, ugye a különböző szkópok, skinek, muzzle, újtár, tehát mindenféle kiegészítő, ami jár a fegyveredre, ugye csak skin lesz, és játéko élményt nem fognak befolyásolni. Kivéve ugye a sniper szkópok, azok befognak. Viszont, hogyha már ráteszel bármilyen szkópot, vagy red dot sightot, reflex sightot, medium scope-ot, tehát bármit ráraksz a fegyveredre, az lehet, hogy nem játékbefolyásoló, de valójában játékbefolyásoló tud lenni. Mivel most már egy kis aprócska grafikai beállítással a zoomot, már is egy sokkal jobb vizuális élményt kapsz az ellenfeleidről a távolban, másképp alakítja már át a játékot. Szóval igenis játék befolyásolók lesznek a különböző vizuálisnak szánt, hogy is mondjam, irányzékok, amiket ráraksz a fegyveredre. Szóval, és ezt, ha jól kombinálod például a perkekkel, akkor érdekes megoldások születhetnek, amelyek azért megkönnyíthetik a játékot. Úgyhogy végső soron akár egy fegyverre többféle összeállítás is csinálsz egy hosszú távot, rövid távot, középtávot, rást, nem rást, anyám kínja szállsz, majd rajtad áll a te ízléseden, és mint veterán ebben a shooter világban azt kell mondjam, hogy ez egy jó dolog, mert mint veterán én vágyom azért egy kicsit többre, hogy megtaláljam azt a különlegességet, azt az ideális utat abban a játékban, amivel játszom, ugye, ami sikerre vezethet. A Battlefield 1 az teljesen megfosztotta ettől a játékos, tehát annyira casual volt az egész, hogy nagyon sok választási alapod nem volt, csak az volt, ami volt, és legyél boldog vele, de itt némi halovány technikát és apró trükköket, metát lehet bevonni a játékba, ami ezért egy kicsit többé teszi. Szóval utoljára Battlefield 4-ben tapasztaltunk ilyet, ahol sok kiegészítő volt a fegyveren, és ott befolyásolták a statokat, és igen-igen megválogattad, hogy melyik fegyverre mit teszel, hogy a játékélményt, az egészet olyasmire emelje, amire neked tetszik. Szóval ez közelít afelé. A negatív van az egész menürendszerbe az lesz, hogy játékon belül nem lehet beállítani a dolgokat. Szóval néztem Jack Frex videóját róla, és ezt kiemelt, és kiemelném én is, tehát
Egy elég nagy gond az, hogyha mondjuk megszerzel egy upgrade-et, játék közben összejön rá a lóvé, miért nem tudod megvenni, miért kell kimenni a menübe, teljesen kimenni a menübe és ott beállítani a dolgokat. Miközben, hogyha valami skin szerzel meg, azt még a játékon belül is be tudod állítani. Szóval úgy lenne fair, hogy mindent be lehessen állítani játékon belül, kicsit mint a Crysis-ba, tehát így menet közben tudjál alkalmazkodni a szituációhoz, ez nem lenne egy rossz dolog, és annyira nem is lenne unrealistic az egész dolog, mert kétlem, hogy a katonák képtelenek voltak stílust váltani harc közben a másik világháborúban, bár ki tudja, sosem voltam másik világháborúban, úgyhogy nem tudom, mi volt ott. De egy nagyon jó dolog lenne, hogyha a játék közben bármit, bármilyen téren testre szabhatnád a fegyveredet, és nem kellene kilépj ezért teljesen a játékból egészen a menüig, és akkor ott beállítani a dolgokat. Szóval, ja. Srácok, ennyi lett volna, remélem azért sikerült egy kicsit pozitívumabb hangnemben feltüntetni a játékot, és nem elkeseríteni teljesen tőle, mert mint mondtam, vannak jó aspektusai, de sok hosszú út van még előtte, amíg ezt így becsülettel meg fogják csinálni. Egy hónappal eltolták a kiadást, reméljük ezt az egy hónapot fejlesztésekre fogják használni, bár majdnem biztos vagyok benne, hogy nem fogják használni, hanem nem tudom, mire fogják használni, de nagyon remélem, tehát majdnem biztos, hogy azért tolták el egy hónappal, mert kurva sok jó játék jelenik meg októberben is. A gyenge előrendelésekre való tekintettel, taktikailag inkább úgy döntöttek, egy kicsit hátrébb tolják, hogy az embereknek legyen pénzünk megvenni. Majd ezt a játékot netán úgy döntenének, hogy valami mást vesznek meg, mondjuk, mint a Red Dead Redemption-t. Szóval, ja, ennyi. Ennyi lett volna, srácok. Remélem tetszett a videó, vagy legalább segítettem végig gondolni jobban még a dolgokat. Dobjatok egy lájkot, ha így van, iratkozzatok föl a következő videóig. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!